Kezdtük el a felkészülést. Az elején az első héten rávezető gyakorlatok voltak, rávezető edzések. Szépen fokozatosan elindultunk be a munkákba. A munkába különböző felméréseket végeztünk a csapattal, és hál' Istennek elmondhatom, hogy jó állapotba tértek vissza a lányok. Valamint orvosi vizsgálaton vettek részt, hál' Istennek különösebb probléma nincs. Azóta Dunai városban edzettünk, és ma lesz az első edzőmérkőzés, amit a Vác csapata ellen játszunk. Jövő héten, vagyis vasárnap elutazunk Dániába, egy hétig kint leszünk Dániába, ahol tehát edzőtábor jellegű munkát végzünk. Hétfőn, kedden napi 3 edzés, és szerdán ott is játszunk egy mérkőzést a kínai válogatottal, pénteken pedig a Viborgal. Utána hazatérünk, és folytatjuk a felkészülést, a válogatottjaink, hál' Istennek vannak, elmennek el, vannak A válogatott, a B válogatott keret tagok, a Bulatanita, valamint a Víg Vivi a keretben fog részt venni, a Vince Meli és az Azari Fizsi a B válogatottba, tehát 4. és 10. évünk a válogatott programon szerepelnek, mi pedig itt a folytatjuk a felkészülést. Darab szám, hogy van egy. 1, 2, 3, 4. Egy a kis kapus, a junior korú még a valódi. A kölcsönben van a hajnali kérdés. Igazából csapatot formálunk, nagyon vegyes felkészüléssel, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan valamilyen szinten, nem mondom azt, hogy a fizikai munka rovására, mert arra nem mehet, de több most a labdás jellegű. Főleg azért, mert a belső posztokra érkeztek azok az emberek, akiktől idén sokat várunk, és hát ők azok, akiket úgymond meg kell építeni. Igen, biztató az egész, hát kis csapat lesz. Azon vagyunk. Nagyon megerősödött a középünk, tehát nem csak mondjukat nézve, hanem nagyon kiegyenlítettek már erősödött. Tehát az a fajta rész, ami tavaly volt, hogy 4 csapat közül, ugye a rájátszásban, a középházban, a 4-8-ig bármi lehet. Az, igen, az most szerintem, ugye az eszték is ugye betörtek ide a első 4-be. Nézd az ilyet is. Úgy bevásárolni. Igen, igen. Hát ott majd meglátjuk, hogy mi lesz az élet, de ettől függetlenül megmaradt ugyanaz a 6-8 csapat küzd azért a 4 középső helyén. Most már azzal, hogy az MTK erősödött szintén, a Szegedet nem tudjuk, maximum kicserélni magát az Egerrel, a feljutó csapat helyzetével, majd meglátjuk.